Mécsesek az asztalon, székek a tűznyomai körül és gyerekjátékok. Egész éjjel virasztottak a Szekszárdon meggyilkolt 6 éves kislány rokonai. Nem tudják feldolgozni, hogy az áldozatot brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg a saját 19 éves unokatestvére. A kislány nagyanyja azt mondja, a gyilkos anyjának és a testvérének is tudnia kellett arról, hogy mi történt. Most a maga nem vesz észre, hogyha úgy megy be, most a saját, most a fia mondjuk, hogy a hátba oda megy, hogy néz ki, és ő mindjárt megküldik. És utána még átment a lányomhoz, mindesen biztos történt volna. A kislány rokonainak egyelőre nem árulták el a rendőrök, hogy a támadó szexuálisan bántalmazta-e az áldozatot, ám ők biztosak abban, hogy arra is sor került a gyilkosság előtt. Hát állítólag 100%. A 19 éves gyilkost úgy tudjuk, azóta már átszállították Budapestre az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe. A meggyilkolt kislánytól szerdán vesznek végső búcsút a hozzátartozói, ezt követően el akarnak költözni az utcából, ahol a gyilkosság történt.